Reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon. Ha azt mondom nektek, hogy eskü, mi jut róla az eszetekbe? Nekem eszembe jut az úttörő kori dolgom, amikor avatáson esküt kellett tenni. Némelyek nem ismerik ezeket a régebbi születésű emberek, igen. Vagy a házassági eskü, ami olyan szentnek tűnik akkor, amikor megteszik az emberek. Aztán mivé válik pár év múlva sajnos. Vagy bármilyen elkötelezettség egy életpályán, egy életcéllal kapcsolatban. Vagy amikor érdekből kötnek az emberek szövetséget egymással, az is eskün alapul. Hányféle eskü van? Viszont más az, amit az Isten mond eskü gyanánt. Az ő esküvése az változhatatlan. Az önmagán alapul. Azt mondja az emberről a zsidókhoz írt 6. fejezetében, 16. versében, hogy az emberek náluknál nagyobb dologra esküsznek. Néha csak felindultságból, ugye? Vagy meggondolatlanságból, vagy még az elején komolyan is gondolják, de aztán később változtatnak. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy változtatunk a magunk kénye kedve szerint, az érdekeink szerint. Felül tudjuk bírálni a régi dolgainkat, és mindig a jelenkorhoz tudjuk igazítani, és ezt meg is tudjuk magyarázni. Isten viszont nem ilyen. Azt mondja, hogy az Isten, ő megmutatja magát, hogy az ő végzése változhatatlan, és ezért számunkra esküvést mond, saját nevére való esküvést. Azt mondja, hogy 2 változhatatlan tény van az ő szempontjából, amelyekre nézve lehetetlen, hogy ő hazudjon. És hogyha ezt a 2 változhatatlan tényt a magunkével tesszük, akkor könnyen fog menni az, amit fel fogok olvasni itt mindjárt, hogy 2 változhatatlan tény által szól az Isten is lépközve, melyekre nézve lehetetlen, hogy ő hazudjon, és így erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekülünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Nocsak, Isten tud róla, hogy nekünk szükségünk van a reménységre. Ismeri a szívünk minden kificamodását, gyengeségét, megrendíthetőségét. Ismeri a tehetetlenség érzésünket. Ismeri azt, amikor a szakadék szélén állunk, és nincs tovább, mert nem látszik semmi remény. Ezért Isten közbelépett az embereknél, személyesen nálunk is, és azt mondja, hogy 2 változhatatlan tényt hozott, melyekre nézve lehetetlen, hogy ő hazudjon, és az ígéreteit, amiről múltkor beszéltem, benne teljesítse. És ezáltal a 2 tény által erős vigasztalásunk lehet. Az egyik ilyen tény az a felénk való szövetség kötése. Annak a biztosítása, hogy ő velünk akar járni, hogy nem kell görbe utakat járni, nem kell megütni a bokánkat, nem kell találgatni, találomra, véletlenszerűen élni az életünket, hanem szövetséget lehet vele kötni. Meg lehet őt találni, meg lehet őt ismerni, és lehet őt választani. Ez egy erős kötés. A másik pedig ez az esküvése, amivel közbelépett, hogy Isten magára esküszik, hogy ő tud segíteni nekünk a vigasztalásainkban, erős reménységünk lehet, de mi az, ami szükséges az ember részéről? Az, hogy oda meneküljünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez az ember része. Úgy tudnám ezt szemléltetni, mint amikor valaki repülővel utazik, és áttör a repülő a felhőrétegen. Nemrégiben volt szerencsém egy repülőútra, és megmondom őszintén, nagyon kíváncsian vártam, hogy milyen, tényleg valóban úgy van-e, ahogy mondják, hogy a felhők felett mindig süt a nap. És vártam azt is, hogy legyen olyan felhő réteg, ami ijesztő, riasztó, és azon a repülő át tudjon törni, és volt szerencsém ebben is. És tényleg a felhők felett egész más az atmoszféra. Bár ott is kegyelemből tartatik meg az ember, érzi, hiszen a repülőnek a szárnya rezeg. Hát ki az, aki egy ilyen építményt fent tud tartani? Bármikor lezuhanhatna, bármikor szétrobbanhatna, bármi történhetne vele. Isten az, aki megtartja.
Én olyan biztonságban még sehol nem éreztem magam, mint a felhők felett, ahol valóban mindig süt a nap. És most már könnyebb számomra megragadni azt is, hogy mivel Isten két változhatatlan tényt hozott és közbelépett, az egyik a saját nevére való esküvése és bizonyítása, hogy ő segíteni akar és mellettünk áll, a másik pedig a hívogatása, hogy őt válasszuk, őt akarjuk, és erős szövetségre lépjünk vele. El szoktam gondolkodni, hogy milyen kegyes az ember megengedi az Istennek, hogy szövetségre léphessen vele. Ugye milyen faramuci módon tudunk gondolkodni. De ha ez megtörténhet, hogy elhisszük neki, hogy lehetetlen, hogy ő hazudjon, akkor erős vigasztalásunk lehet nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ezt meg kell ragadnunk. És ha ezt sikerül megragadni, akkor lelkünknek mint egy bátorságos és erős horgonyt ad, és beljebb hatol a kárpitnál, beljebb hatol oda, ahol Isten tapintható, ahol Isten lénye megnyilatkozik, ahol az ő nemes, mindenek felett való igazsága lakozik, és ami embernek lehetetlen, hogy Istent lássa, tudja, igényelje, az megtörténik. Mikor? Hogyha oda menekülünk, és megragadjuk az előttünk lévő reménységeket. De ezt gondok, bajok, reménytelenségek között kell megtennünk, sűrű, sötét felhők között, ami után ott van a ragyogó napsütés. Ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy éljetek ezzel, és ti is tapasztalatot szerezzetek, és elvehetetlen legyen ez tőletek. Szervusztok!